Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, újabb hét, újabb belemenés. adás, ezúttal a női kézzel foglalkozni, ismét Sellei Zoltán van itt velem, a héten már lassan megúnyjuk itt egymást, annyi adásban beszélünk együtt a kézzel de hát most is vannak izgalmas témák, ugye, a Győrről, a Ferencvárosról természetesen majd külön ejtünk szó, de hát a többi mérkőzés is izgalmasan a sikered, de gyorsan el is sorolnám akkor az eredményeket így kezdésként, ugye a Fradi 28-26-ra verte a Krimi hát erről beszélünk a Podravka veget a Niköpingen egy 27-27-es döntetlenre futott be, a Brest Breton idegenben verte 31-31-re a Rapid Bukarestet, aztán a ö, uh, Győri 28-35-re kapott ki az odenzétől, az egyik legfurcsább eredmény, természetesen beszélünk majd róla. A Vipers Christian Szent pedig ugye 32-23-ra verte szombaton a buddhista szporkoricát, úgyhogy egyébként egész sokáig ö, szoros volt a mérkőzés. Ma pedig ö, vasárnap a felvételünk napja, a Stor, 25-23-ra vett a Gloria Bistricát, egyenlőtt a Mez Bukarestben 32-31-re, és az sbr is nyerni tudott Ludwigsburg ellen 36-31-re. Érdekes mérkőzések voltak itt pont előttünk fejeződött be a Bukarest metz mérkőzés, ahol tényleg pont itt beszéltük a felvételőt, hogy nagyon furcsán alakult ki ez a végeredmény, mert az elején nagyon jól játszott, mert úgy nézett, hogy akár is nyerhetnek, de aztán meg volt egy óriási fordulat, és már a Bukarest is vezetett 3-4 góllal, és aztán végül mégiscsak a Metsz tudott diadalmaskodni, egyébként Szemeri Zsófi egyvédést tudott bemutatni, inkább Bárlő volt a kapuban, vagy most Petra két gól jutott, Pásztor Noémi pedig főleg az első fél játszott, de nem lőtt gólt támadásban, viszont ő egyébként azért zárás, hogy voltak hasznosak, amelyekből az átlövők tudtak érvényesülni. Még itt a magyar játékosok teljesítménye kapcsán azt érdemes elmondani, hogy Korsos Dorina ezúttal 6 gólt szerzett, a rapid színeiben 5 egyébként büntetőből, és Falubégi Dorottya most nem talált be a Ludwigsburg színeiben. De akkor térjünk rá a két magyar csapat mérkőzésére. Kezdjük a Fradival, hiszen időrendben is ők voltak a, az elsők, és hát bár a hétközben nem készítettünk adást külön a bajnoki meccsről, de azért mindenféleképpen egy kis gondolt elég érdemes visszatérni arra, hogy a Fradi 26-26-os, bocsánat, a Ferencváros döntetlen játszott a Debrecen otthonában, mindjárt megnézem a pontos végeredményt, mert most az hirtelen nem ugrik be, igen, 26 26 bocsát bocsánat, jól emlékeztem. Szóval döntetlen a Loki otthonában, ami azért uh, itt a bajnokság elé nyilván egy fájó pont a Fradinak, hiszen uh, ezzel azért lépés hátrányba kerültek, még hogyha azért mindenféleképpen fontos elmondani, hogy a gyűrű is meg még Debrecenbe szembe idegenbe, és hát azért uh, úgy tűnik, hogy például az esztergom otthonában is lehetnek nehéz pillanatai a nagyoknak is, akár, De azért a Fradinak most úgy néz ki, hogy egy picit azt az utat kell járni, amit tavaly a győrnek, hogy már összeszedtek egy olyan pontvesztés, ami után amiután ők vannak egy kicsit lépéskényszerben. Hogy látta ezt a meccset? Én megint azt éreztem egyébként, amit már nagyon sok Debrecen mérkőzésen, hogy közel van a Loki, ott vannak, de azt gondoltam, hogy a végén valahogy egyet be fogja húzni a Ferencváros, és most nem ez történt. Hát nagyon érdekes mérkőzés, mert is igazából a Debrecen lemásolt azt a mérkőzését, amit a, amit a győre lejátszott, azzal a különbséggel, hogy most a végén nem volt pecsük, mondjuk így. Úgyhogy ez abszolút érdekes volt, és ugye a, itt, itt, a bajnoki lebonyolítás ö, szempontjából ugye mindig el kell mondani, hogy, hogy ö, ugye tavaly nagyjából a moson mondjuk egy vereség, vagy bukta volt a, a, nagyjából a Győrnek, a, tehát az került a, a bajnoki címébe, és ugye most is hasonló, hasonló ala, a helyzet alakulhat ki, és ugye mindig az van, hogy van egy-két olyan ö, az egymás menni mérkőzéseken, ahol én azt gondolom, és már beszéltünk, hogy szerintem otthon nyer a Győr, és otthon a Ferencváros a nagy rivális ellen, ezt így jövendőlöm, én nem, nem látok itt ö, olyan forma javulás, vagy hanyatlás, hogy ez ne így lenne, és szerintem az utóbbi időben azért ez elég gyakran így, így történt. És azon, ezeken a mérkőzéseken kívül van egy-két olyan kulcsmérkőzés, ahol, ahol ugye a big pointokat lehet begyűjteni, ezt a ezt a ugye begyűjtötte, ő, talán két héten ezelőtt, vagy múlt héten, múlt héten, most a múlt héten, ö, viszont a, viszont a Fradinak ez nem sikerült, és egy időn túl 7 ugyanakkor pontot veszítettek. És hát ugye már beszéltünk arról, hogy ugye Mosa Magyarban most nem olyan meg, meghatározó, mint, mint, mint az utóbbi években volt, viszont szerintem az ő szerepüket átveszi az Esztergom, ugye, majd beszélünk róla, vagy nem tudom, biztos hogy beszélünk az mb 1 ről is, szóval ők most nagyon durva menetelnek, és mindig elmondjuk, hát egy menetelnek, de hát azért igazából papíron feljutók, mert itt azért egy klasszik csapatról lehet most beszélni szerintem, akik tényleg a fiatal és az idős tapasztalt játékosok nagyon okos egyvelegét alkotják. És hát én azt gondolom, hogy ugye beszéltünk arról még, hogy a Debrecen bemegy még a győr, de ha nem történik óriási meglepetés, akkor azért ez az egy pont, ebben a, ebben a, fajta lebonyolításban azért ez nagyon fájhat, hiszen tényleg tavaly a Moson Magyaróvári egyetlen vereségszinte volt az, amely megpecsételte a győr sorsát, és lehet, hogy úgy most érvényes. Ezt nyilván te is elmondtad, és mondjuk, hogy még csak októberben, még tényleg nagyon sok minden történt. Az Esztergom is úgy gondolom, hogy képes lehet meglepetés, az hiszen egészen biztosan, hogy, hogy ezer százalékan fognak égni mind a két csapat ellen, minden négy mérkőzésen és mondom, ő rajtuk kívül én azt gondolom, hogy a Debreceni oda visszavágók lehetnek a sorsdöntőek, és hát mivel még a Győr megy idegenbe a Debrecenbe, ahol szintén előfordulhat egy pontvesztés, emiatt nem mondom csak azt, hogy Huan ah, most is eldőlt, meg egyébként sem jelentünk ilyen októberben, de ez egy pont, ez nagyon fájó lehet, és, és, és igazából nem is, a, nem is, az eredmény, hanem inkább a, a játékosok formája, a mutatott játék az, ami aggodalomra adhatott volna okot a BL mérkőzés előtt mondjuk így. Így van, ha már említettem az országomat, hogy ma ugye 30-22-re verték a, szombathely csapatát, és hát továbbra is 6 meccs után 12 ponttal hibátlanul ott vannak a győr mögött a tabellán, ez azért az egészen impozáns rajt. De akkor térjünk rá a Fradi BL meccsére, aminek azért abszolút volt jelentőség, egyrészt abból a szempontból, hogy a jubjanát is azok közé a csapatok közé soroltuk az eddigiek alapján, akik a csoport első két helyéért versenyben lehetnek. Másrészt pedig ugye a Fradi hogy említettük egy bajnoki döntetlen, és egy meccszi vereség után jött erre a meccsre. És azt gondolom azért, hogyha ha ez a mérkőzés sem úgy sikerült volna, akkor itt bizony, hát ha hát nem is óriási krízis lett volna, de azért felmerültek volna a kérdések, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fradinak ez a győzelem most hallatlanul fontos volt. És ez a meccs egészén érződött, hogy egy nagyon küzdelmes, nagyon szoros találkozó volt, de, de egy picit azért általában a Fradi volt elölésük, tehát talán egy hangyányival, többet ilyen értelemben, hogy győzelemért. Igen, én mindenféleképpen kiemelném, hogy szerintem ezt a faladi abszolút megérdemelt ezt a győzelmet, és ugye voltak aggodalmas jövendülések nyilván, hiszen azért ez nem mindenki jól a metszivereség sem, illetve hát a Loki elleni pontveszés éppen egy jó előjel, egy nagyon fontos b előtt, de, de nagyon jól megoldották egyébként. Itt azért lehetett látni, hogy posztonként is óriási forma javulás van, mondjuk így ugye Angel Malestem például ugye teljesen más harcát mutatta. Most éppen azt a harcát mutatta, amely alapján világklasszistak lehet mondani, de, de azért több, több poszton is voltak olyan, hogy a forma amelyek, amelyek, azt reményezték, hogy igazából, ha nem is maga biztosan mondjuk így, azért végig vezetve szinte, szinte otthon tudták tartani ezt a nagyon fontos két pontot, amely a, ugye a további utás szempontjából is, illetve a csoport első két hely szempontjából is abszolút fontos. Ugye egy idegenben majd azért ez más mérkőzés lesz, de hát azért még nagyon sok víz lefolyik a Dunán, ahogy szokták mondani. De én azt gondolom, hogy így egy kicsit most talán megnyugodhat a, itt a turbulens hetek után mind a, mind a csapat, mint szerintem Ellen Heine, mert azért ez most, ez most egy olyan szempontból mestermunka volt, hogy, hogy, hogy hozták, amit, amit, amit kellett hozniuk, úgymond hazai pályán, tehát én úgy gondolom, hogy hazai pályán nem, nem nagyon kaphatnak ki senkit, hogyha komoly cégek vannak, és én mindig azt mondom, most nézzük ezt a Metsi bukaresti győzelmet, a Metsz bukaresti győzelmét, és hát a mec csapatát, szóval azt gondolom, hogy még az is szerintem belefért ebben a, ebben a, ebben a csoportban, és, a, és nyilvánvalóan nem jó, meg, meg voltak aggodalmas jelek, meg stb., de azért medzben ki lehet kapni, és mondom, még mindig csak októberben van, és még nagyon sok minden történhet, úgyhogy, úgyhogy, szerintem még minden nyílt ilyen szempontból. Igen, amit te is említettél, ezt én is ki akartam emelni, hogy itt bizonyos posztokon azért voltak változások, és nem csak a tekintetben, hogy hogy teljesítenek az ott játszó játékosok, hanem hogy pontosan ki az, aki azon a poszton játszik. Ugye meg az első pár hét, ö, héten azt szokhattuk meg, hogy Orlán Kánó remekül teljesít a Fradi Bamba és most ö, ugye már a Debrecen a -el is ö, elég jól játszott Emily ből most pedig szerintem egyértelműen eddig legjobb meccsét játszott ebben a szezonban, nyolc góljával, nagyon sok fontos gólt szerzett, főleg a másik félidőben, amikor passzívnál vagy nehéz helyzetekben kellett elvállalni a helyzeteket, és Kluiber Katrin is sokkal többet játszott ezen a meccsen, és egyébként már a Debrecen ellen is, mint korábban. Úgyhogy volt is olyan Ferencváros szurkoló kollégánk, aki megjegyezte, hogy azért hogy az első félidő első szakaszában ez alapvetően a Fradi tavalyi alapcsapata volt, és picit úgy tűnt, hogy a, akár annak krízisnek köszönhetően, amit te mondtál, vagy ilyen viharos heteknek köszönhetően, helyne, mintha picit visszanyúlt volna a tavalyi alapokhoz. Hogy láttad? Igen, én is azt gondolom, hogy most tényleg egy abszolút tutit, tutit ment ilyen szempontból, és hát ugye én annó emlékszem, amikor a Győr-Fradi mérkőzések voltak még ele Gábor és a Győr között nagyjából, hogy akkor volt egy olyan szakasz, amikor a Győr azért sokkal erősebb kerettel rendelkezett, de valahogy mindig a Fradi tudott meglepetést okozni, és akkor Emily Bölk volt az a játékos, aki tényleg egészen elképesztő teljesen nyújt, és akkor mindig felmerült a kérdés, hogy meddig, meddig, tudja ez a Fradi itt tartani ezt az Emily Bölköt. Na most ez az Emily Bölk pont úgy játszott, mint annó játszott, szóval valami egészen elképesztő van, tényleg. És, és, nem csak arról van szó, hogy, hogy, mindent átütő erővel ment be és belőtte az átlövéseket, hanem, hanem, tényleg sokszor passzívnál vagy kiszöltött helyzetből is sikerült betalálnia tényleg elképesztő formában volt, és hát jó választás volt, így utólag persze most nyilván könnyű, jó választás volt a, a, a biztos kezdőre, vagy hát a már megszokott kezdőre, Bízni, és hát igazából az újoncok is azért bebeszáltak és hát azért voltak itt közülük is olyan teljesmények, amelyek nélkül talán nem biztos összejött volna ez a, ez a győzelem, úgyhogy, úgy ilyen szempontból nagyon, nagyon előre tekintő, vagy nagyon pozitív a, az, hogy akár egy héten belül, akár négy napon belül, vagy három napon belül is mennyit tud változni egy, egy csapat dinamikája, hozzáállása, mentalitása, tényleg, tényleg, ebből a szempontból abszolút látszik, hogy, hogy jó, jó, úton vannak, és hát ugye még nagyon fontos mérkőzések, nehéz mérkőzések vannak, de azért az, hogy ilyen két mérkőzés után sikerült egy ilyen, ilyen mérkőzés letenni az asztalra, szerintem ez azért abszolút pozitív. Így van, és hogy láttad egyébként a Krim játékát? Én alapvetően azt gondolom, hogy ők is hozták azt, amire lehetett ők várni. Nyilván ismerik ezt a Dragon Age-féle kézzel, de nem feltétlenül ők játszák a legszobb színű, meg a legszemegy a de az biztos, hogy nagyon ö, nehéz őket megverni, egy nagyon masszív jó védekezésük van, és hát ö, a kapuból is volt egy korrekt teljesítmény, azt gondolom Barbara Arenhától, a Fradinál pedig ugye nem volt igazán jó a kapust teljesítmény, de a végén, amikor kellett azért hozzá tartani egy-két zitszervédést, és hát nem lehet nem kiemelni ugye a Creamy a nagy teljesítményt, aki ugye 11 góllal zárta ezt a meccset, és hát ő volt az, aki ellen gyakorlatilag sem a védekezésnek, sem a kapusoknak nem volt igazából esélye Ferencvárosi részről. Kezdem a második résszel egyébként. Hát igen, furcsa volt, hogy most valahogy egyik kapusnak sem jött új a lépés, ahogy hozzászoktunk. Itt ugye vetésforgóban is vannak a nagyjából a kapusok, és most egy tényleg úgy tűnt, hogy egyik, egyik, egyiknek nincs jó napja. A végén az a párvédés természetesen azért nagyon sokat segített, és látjuk, hogy egy-két védés mennyi segített volna a mérkőzés folyamán is egy ilyen egy csapat ellen. És a másik téma, amit mondta az így, amikor a Győrnek, vagy a Földnek nem volt edzője, vagy éppen, éppen edző válság volt, vagy ilyesmi, akkor mindig hogy tanakodik az ember, mert mi is tanakodtunk, hogy na hát kit kellene hozni, ki lenne a megfelelő magadás, igazából az is ne valahogy mindig, mindig szóba került, szóval én azt gondolom, hogy a női szinten az egyik leg, legkiváló szakemberek egyike, és én megmondom őszintén, nagyon örülnék neki, hogyha valamikor Magyarországon is dolgozna. Eh, ahogy mondtad, hát nem, nem, nem űrkézlabdát játszanak, mondjuk így, de, de, azt, amit, azt, amit tudnak, illetve az, ami a csapatban van, azt ők abszolút kiszokták hozni magukból, és hát ez Ilyen szinten azért ez, 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 ez nagyon sok mindenre lehet eredményes, vagy sok mindenre vezethet, úgyhogy én azt gondolom, ez a jubilána azért még fog fog kellemet perceket okozni a szurkolóinak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy óriási fegyvertény, hogy mondom, egy ilyen hetek után ezt sikerült ezt a csapatot legyőzni a ellenhelynéknek. Így van, abszolút, és ahogy mondtam, ezzel a Fradi alapvetően bőven ott van még a csoport első két helyért, ha az valami ugye a playoff kör kihagyását jelenthetnék, nem lehetnek viszont ilyen boldogok a győrszólokolói, hiszen az egyik legmeglepőbb eredményt hozták össze ezen a héten. 28-35-re kapott küldje a győr az Odenz ellen, és hát alapvetően azért a vereség ténye is meglepő lenne, de hát annak a módja aztán meg feltétlenül, ugye, annyit érdemes elmondani, hogy több hiányzója is volt a Győrnek, Lukács Győr, Viktória, Hátaduszákó és Dewin Hi sem állt az edző rendelkezésére, de hát azért azt lehetett mondani, hogy ez a Győri kelet van olyan mély, hogy ennyi hiányzóval meg kell oldani ezt a posztot, hiszen ugye Kapuban, Toft személyében ott van egy klasszis, szélen azért megszokhattuk, meg láttuk, hogy egy játékos le tud játszani egy meccset, belső posztokról pedig ugye csak túl hiányzott. És hát nem is gondolom, hogy erre kellene fogni itt a vereséget, ez egy nagyon furcsa mérkőzés volt, szerintem te abból a szempontból, hogy, hogy az első 20-25 perc ugye elcsordogált. Látszott, hogy nincs csúcsforvában a győr, de, de igazából úgy ott voltak egy-két gólos távolságban. Ezeket a meccseket láttuk már az óta a számtalanszor az elmúlt években, hogy a végén valahogy megfordítják, behúzzák. Úgyhogy igazából itt az a kérdés, hogy mi történhetett a szünet után a második fél idő elején, amikor gyakorlatilag pillanatok alatt elépett úgy az ordensz, hogy onnan nem volt visszaút. Hát én megmondom őszintén, én azt a mérkőzést ma néztem meg, és tanap amikor hazaérkeztem, akkor így görgettem ugye a Facebookot, és megláttam ezt előtt, és azt hittem hogy nem elírás, vagy, vagy rosszul látok, vagy hogy kettőt látok, ezt, ezt, ezt nem tudtam elképzelni, hogy ez valóban így történt, és hát ma megnéztem a mérkőzést, és, és hát ha nem is hízelgő a győ részére ez az eredmény, de azért, azért tényleg ez lehetett volna nyugodtan 12 is, akár, és hát és hát igen, amit mondtál, a, a, tehát az, hogy a, a Győr ugye nem, nem is úgy, mint a Veszprém, mondjuk így, hogy mondjuk a bajnok a Final Four-ban összetéve mondjuk így, hanem egészen egyszerűen a Béle győzelemre szeretnék mindig össze, a csapatot, vagy felépíteni egy csapatot, és hát éppen emiatt rengeteg poszt van, rengeteg klasszisuk van, és hát a, én azt gondolom legalábbis, hogy ha három hiányzik, három jó játékosuk hiányzik, att, attól még ez nem lehetne gond. De hát, a, és nem is gondolom, hogy ez volt a gond, ahogy te is mondtad, de, de ez valami, tehát a győr játéka, és a másik fél időben, tehát azt néztem, hogy az első fél szoros volt, és azon gondolkodtam, hogy hogy fog kialakulni ez a végeredmény, hiszen már tudtam a végeredményt, és aztán elkezdődött a másik fél dő, és így 6 perc alatt lőtt, csináltak egy 5 5 nullát nagyjából, vagy valami hasonlót, és hát ott azt hiszem a hatodik percben, tehát a 36. percben már ki kellett kérni az idejét Johanssonnak, és és onnantól kezdve is, tehát, a, tehát, az, hogy az időkérés nem segített, az, az egyértelmű, de utána még rosszabb lett a helyzet, és egészen azt láttam, ami tényleg nagyon furcsa, főleg hazai pályán, az Audi arénában, hogy egyszerűen nagy azok a játékosok, akik hozzászoktunk, magabiztosak, és, és egy nagyon magas színvonalat képviselnek, egyszerűen olyan gyermektek hibákat vétettek, és olyan bizonytalansággal kézzabdáztak, hogy tényleg az ember nem is hittem el, hogy, tehát, hogy ez a csapat az. Megmondom őszintén, az, az okokat az okok nagyon furcsák, és igen, most belegondoltam, de ez lehet, hogy csak az én teóriám, ugye, hogy ugye volt ez a győrelni, Loki elleni mérkőzés, amit azért a végén sikerült az utolsó másodpercnek köszönhetően is megnyerni a győrnek, ugye, ami a fradnak nem sikerült, és lehet, hogy ez fordítva történik, akkor lehet, hogy teljesen más mérkőzés láthatunk, de ez mondom, ez csak az én elméletem, hiszen akkor ebben az esetben a, a győr esetleg kap még egy felkiáltó jelet, ugye már a Breszten szerintem kellett volna kapniuk, vagy legalábbis, hogy villogjon az a bizonyos lámpa, piros lámpa, hogy itt valami nem jól működik, mert ott azért ott is az utolsó percekben sikerült csak megnyerni, de azért az a Bressz azért ez egy idegen egy komoly ellenfél. De azt gondolom, mondom, hogyha lehet, hogyha mondjuk a, győ, a Loki, nem, tudom, hogy győz, vagy szóval Loki ellen esetleg ott is ők pontot veszítettek volna, akkor lehet, hogy ezzel a mérkőzésre más mentalitással mentek volna föl, így viszont így, hogy nagyjából magabiztosan maga biztosan érkezhetek erre a mérkőzésre, tehát hazai lehet, hogy ez is kicsit elkényelmesíti őket, nem tudom. És hát ugye mindig elmondjuk, hogy hát még mindig csak október van, ezt most ma, ma is többször elmondtuk, de itt, itt, azért, mint, tehát itt nem csak a játék végeredmény, ahogy mondtad, nem, nem, nem csak a, a, különbség ténye, amely mondom az utolsó két percben sikerült csak úgy mérsékelni, hogy hú, hát nem is tudom, semmiféleképpen sem lenyelhető ez, ez, ez a végeredmény, de hogy azért mégsem két számjegyű a különbség. Ö, szóval itt azért, itt sok-sok kérdés felmerül szerintem hirtelen. Az egyik ugye az, hogy azok a játékosok miért játszanak olyan formában, ahol, ahogy játszottak, hogy miért nincs egy kilakult kézlabdázás most már azért. Ö, én azt gondolom, és az én véleményem, erről már beszélgettünk a kis csoportunkban, hogy toft világlasz és kapus, el tudjuk, de ha nincs a napja, és mondjuk nincs egy másik világlasz és kapus, azért csak mondott egy, egy, egy ügyes fiatal, én biztos betettem volna, hogy egy kicsit esetleg profft összeszedje magát, 5 percre, 10 percre, hogyha meg nem változik a helyzet, akkor visszaküldjük, de az is lehet, hogy változott van a helyzet, szóval itt, itt, itt tényleg nagyon érdekes, és mondom, számomra az volt a legszembetűnve, ezzel mosolyogtunk is, hogy én most láttam először olyan és Per Johanszontól, hogy állt a mérkőzésen, ez az, az eszem eddig elég ritka volt, mindig ugye ő ült, és a többiek körbevetek, körbe lehet látni, hogy valami, valami nem stimmel, és hát nagyon gyorsan kell rájönni, hogy mi, fog, mi nem stimmel, mert, mert, hát jönnek a következő mérkőzések, ahol nem szabad már pontot veszítenie, hát főleg hazai pályán. Valóban így van, és ez szerintem tök jó gondolat, amit mondtál, én is azt éreztem a másik fél időben, hogy ugye Toftnak volt egy olyan szakasz, azt hiszem nagyjából 30 perc, hogy két védést tudott bemutatni, és nyilván ezzel nem őt akarik elsősorban a vereséget felelősíteni, mert egyértelmű, hogy a védekezés sem hozta azt a szintet, amit kellett volna, de igen, ilyenkor bejön az a szituáció, amit te is mondasz, hogy beküldöd a fiatal kapus, lehet, hogy rá ugye nem készül, sőt, biztos, hogy nem készülnek rá annyira, elakad benne véletlen egy-két labda, az már megzavarja az ellenfelet, kicsit kibillenti a meccset a ritmusból, de hanem akkor lehet, hogy az top kapusodnak ad egy 5-10 percnyi szusszanásra, miután higgadtabban visszajön, átgondolja egy picit, és jobban véd. de ezt szerintem mindenféleképpen meg kell volna próbálni. És igazából ugye az előző adásunkban is pont mi beszélgettünk arról, hogy olyan per a rotációjának milyen előnyei és hátrányai vannak, és szerintem egyértelmű, Egyrészt az, hogy ennek a győrnek nem teljesen olyan a kerete, hogy bizonyos játékosokat bizonyos játékosokkal egy egybe ki lehet cserélni. Tehát én most Brejsztől szerepén láttam azt a kézzel, amit sem borzasztóan játszott, de nem feltétlenül azért, mert ő egy rossz kézilabdázó, bár zárójelben hozzáteszem, hogy nem, abban sem vagyok biztos, hogy mondjuk egy őszintű csapatnál igazán komolyan fel kellene, hogy merüljön, ugye azt is tudjuk, hogy ezek még ugye az úri által kért igazolások, de láttuk azért, hogyha a nyilván nem is egy labdamágus, vagy nem is egy világos is, hogy olyan szituációkat teremtenek neki, mint például a Bressz mérkőzésen, ahol rendszeresen ugye le volt neki szorítva a fal, oda jöttek az előkészítések, ki tudta lépni azt az egy-két lépést, ami kellett neki, akkor azért nagyon eredményesen tudott játszani. Itt viszont szinte helyzet nélkül lövöldözött, amiknek egy része alig ment el gyakorlatilag a kapuig. A másik játékos, aki viszont szerintem nagyon látszik, hogy nem igazán találja még a helyét, vagy a csapatban, vagy ebben a rotációban, vagy, vagy mondjuk az edzővel nem olyan a kémia, az Krisztina Jörgensen, az előző gyakorlatilag a BL egyik legjobb játékosa volt a mezben. Ezt nem tudozást kijelenteni. És most meg ugye vannak olyan meccsek, ahol alig kerül a pályára, most meg sokat játszott, viszont hát nagyon-nagyon rossz hatásfokkal, és hát tényleg itt a másik fél elején, amikor elment az Udens abban neki is volt legalább két olyan eladott labdája, ami, ami érthetetlen tényleg egy ilyen szintű játékostól. Úgyhogy azt azt lehet le azért látni, hogy egy még azért ez a csapat, ami egyrészt persze októberban akár bele is férhetne, de, de pont te is a Veszprémet említetted, és azt gondolom, hogy egy picit itt az jön elő, amiről talán még még sok év, sok-sok évvel ezért Káros Ortega beszélt, mikor uh, már nem a Veszprém edzője volt, hogy, hogy aki Veszprémben munkát vállalnak, ugye meg kell azzal küzdeni, hogy itt tényleg gyakorlatilag minden meccset meg kell nyerni, és nincs az, mint mondjuk, nem tudom, tényleg egy Bundesliga csapattal, hogy benne van az, hogy hát igen, a szezon elején esetleg becsúszik két-három vereség, még nem a világ vége, és a győr is ugye a női kézzel, abszolút ez a kategória, akikre folyamatosan hozni kell az eredményt, és hát itt a közvetítésben is elhangzott, hogy például az Odensz is kapott ki pár hét, ez egy 90 az és most meg, most meg egy ekkora győzelmet adtak, tehát hogy azért főleg a szezon még vannak hullámzások a csapatok életében, de én azt gondolom, hogy Per Johansson, ha hosszabb távon szeretne győrben dolgozni, azért nem sok ilyen ö, pofont engedhet meg magának, mert azért hazai pályán az, hogy egy címvédőrel rászámolhatna a vendégtábor, ha lett volna a vendégtábor, azért az, az nagyon erős. Voltak vendégszurkolók, 25-en talán, vagy 15 en láttuk őket. Hát igen, de egyébként ez nagyon érdekes téma, mert ugye most pont a férfiadás után is beszélgettünk, illetve azon is beszélgettünk, hogy ugye itt van az a Magdeburg, amely ugye két éve boldog légát nyert, most pedig ugye Final four szerepelt, és hát ott, ott, ugye most éppen minden, minden, éppen nem rúzás a helyzet, de szóba sem kerül senki, mondom, még a szurkolók részét, tehát én szoktam néha olvasgatni a fórumokat, kommenteket, és még senki még csak, még csak nem is kritizálja sem a csapatot, sem az edzőt, sem a játékosokat, senkit, mert egy teljesen más közel van is. Itt, itt, ugye ezt már beszéltük, hogy itt azért a Veszprém egy győrben azért óriási a, a győzelmi kényszer, igazából tényleg az van, hogy minden meccset meg kell nyerned, és és, 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 még ha meg is minden meccset, még akkor is az sem elég, mert lehet, hogyha csak kettő vagy az, akkor már is kriti, kritikák Keretőzében vagy, mint például ugye legutóbb is, hogy a Veszprémet is azért illető kritikával, de ugyanakkor tényleg azt, azt hozzá kell tenni, hogy a ba, főleg a Bajnokok ligájában, most ugye a, a férfiaknál egyébként a, a teljesen más a lebonyolítása a hazai pontfutásban, amit egyébként mindig elmondom, sosem értek, vagy hát tudjuk, hogy miért van, mert a nők máshogy akarják, de én, én mindig elmondom, hogy én abszolút egy rájátszás párti lennék a nőknél is. De hát ugye most például az, hogy például a Szeged kikapott simán, úgymond, teljesen meglepetésként, és ugye ez, ez, férfi téma, de hogy ők kikaptak, az is simán belefér, hiszen, hiszen a szezon hosszú, még és valószínűleg a második helyre, vagy első helyre így oda fognak is, és ugyanúgy vannak, hogy címért fognak menni. Viszont ez a nőknél ugye már nem, nem jellemző, és hát hazai pont az, hogy egyetem, hogy nem kaphatsz kést, nincs az, hogy te most kísérletezgetsz, és valaki ellen elvesztesz egy pontot, nincs, nincs jelentősége, mert pontosan a nőknél minden pontnak jelentőség van, sőt itt két két szezonon keresztül azt nézik, hogy minden gólnak jelentősége van, hiszen a végén a gólkülönbség döntött a két nagy között. Viszont a, a bálnokgyájban ott azért van erre lehetőség, hogy az ember pontot hullajtson, illetve mondjuk így, hogy elengedje mérkőzéseket kivéve a Győrben szerintem, mert hát a Fradinás hiszem, hogy ez, a, ez, lenne a helyzet, szóval nagyon sokan azt úgy, úgy, úgy mondatják szerintem, hogy hát el lehet engedni egy-két mérkőzést, nincs ezzel gond, majd, majd tovább jutunk, és aztán a, a, a lényegi része majd összegyűjt bongat, mondjuk így, de hát ez ugye nem, nem, nem lehet megcsinálni, és mondom, az a, az, az érdekes, hogy, hogy, itt azért beszélgettünk már az igazolások kapcsán, hogy most vajon erősödik, vagy gyengül a győr, én egyértelműen azt mondtam, hogy gyengült szerintem ez a győr, és hát itt azért az az érdekes, hogy a Bryce kapcsolatban elmondtuk, hogy szerintünk nem győr szintű világklasszis igazolás, ezt én, én kijelentem legalábbis, viszont Jörgenzer azt mondtuk, hogy ő talán a legnagyobb vétel ebbe a csapatba, és hát tényleg az van, hogy vagy azért, mert önbizalom hiányos, vagy azért, mert nem, nem találja meg a kémiát az edző, vagy a csapattársával, tényleg azt lehet látni, hogy önbizalom hiányjal, küzd, sőt, borsos talán úgy, úgy, hogy önbizalom nem is tudom, törés van a karrierében azért ez hozzá, azért ez egyébként nehéz lehet, bár aki a győrbe igaza, az tudja, hogy ez vár rá, hogy valahol vagy egy kulcsjátékos, játszol 50 perceket, vagy játszol a válogatottban 50 perceket, nagyjából úgy, hogy hibázás lehetőséged azért szinte végtelen, mondjuk így, és aztán eljössz a györbe vagy egy nagyobb csapatba, és aztán ugye vagy epizód szerepet kapsz az elején, ez teljesen természetes, vagy ugye legjobb esetben is fél időző szerintem, tehát felét-felét játszol, és ezzel nem mindenki tud szembesülni, vagy nem mindenki tudja ezt újra realizálni, hogy, hogy mégsem erre gondolt. Lehet, hogy most ez van benne, hogy, hogy ugye van a posztásán, vagy van a, van a posztján azért több játékos is, aki ugye tud segíteni, és hát ő nem az első választás, sőt nagyon sokadik választás, és mondom, hogy ez hogy Johansson most a nem tudom, hanyadik BL meccsén, a nem tudom, hanyadik felállással ö, kezdte a, a mérkőzést, ez ezt már beszélgettünk róla, hogy lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Most, most igazából az első fél órában nem volt akkora gond, inkább a másik fél elejével volt a gond, úgyhogy nem, nem nagyon érdekes lesz így a győr helyzete is, mert több, több ilyen lehetős, vagy több ilyen bukdácsolás lehetősége már nem nagyon van, hogyha nagyon komolyan gondolja ezt az első két helyet, és a, hát ugye legfőképp a bajnak a győzelmet. Így van, úgyhogy ez, ez nem lesz egyszerű felvetés és erre is vonatkozni, hogy a az áru kérdését az orrás vége felé, hogy de egyébként hogy kezeled az ilyen szituációkat, mikor van egy ilyen váratlan nagyvereség, és akkor mit lehet mondani egy csapatnak? Ugye Per Johansson azt is elmondta, hogy, hogy ő, ő alapvetően az a típusú edző, aki szeret viszonylag egyenesen és, és transzparensen fogalmazni a játékosok felé is, és elég őszintén még mondani a véleményét, úgyhogy hát valószínűleg nem olyan jó most a hangulat győrben, hogy lehet ilyenkor felrázni egy csapatot. Ugye ehhez kapcsolódik az is, hogy ugye beszéltél az időkérésekről, és Borsos is elmondta, hogy jól emlékszem a közvetítésben, hogy, hogy ott a másik fél de elején, amikor nagyon elment az Odens, és kikérte az idejét ra akkor azért arra gondolt, hogy lehet, hogy egy picit magasabb hangú időkérés fog következni, és erre tulajdonképpen ilyen teljesen nyugodtan elmondta, hogy támadás, ezt kéne csinálni, ezt kéne csinálni. Szerinted Szerinted hogy lehet ilyenkor egy, egy ennyire egyébként nyilván jó csapatot, jó értékosokból álló csapatot felázni, és ha már itt ugye sokat beszéltünk a rotációról, kell -e esetleg elgondolkodni azon, hogy egy picit változtat a sémáin. Hú, uh, de érdekes kérdések, nagyjából három érdekes kérdés elhangzott. Egyrészt én azt gondolom, hogy én legalábbis edzőként azt, azt vallom, hogy a brutális őszinteség vezet csak, csak jóra, vagy csak eredményre ha a játékos rossz, akkor el kell mondani, hogy rossz volt, nyugodtan el lehet neki mondani, hogy hát más, hogy ezt, ezt meg ezt meg ezt mások kellett hát csinálnia. Ha jó, akkor dicsérni kell, ha rossz, akkor pedig ki kell javítani hibákat, ez teljesen természetes, és én azt gondolom hogy egyébként az időkérések kapcsán, ugye itt most tényleg vannak, abszolút látunk a a férfi női mezőben teljesen más habitusú edzőket. És hát ugye meg kell találni azt, hogy én azt gondolom, hogy melyik csapat esetében melyik a célra vezető. Lehet, hogy ő úgy gondolta abban a szituációban, hogy egy nyugodtabb hangvételű időkérés, mondjuk egy informatívabb, nem az érzelmekre ható időkérés lett, hogy jobban segít, és lehet, hogy rosszul mérte föl, mert lehet, hogy egy tényleg egy, egy magasabb frekvenciájú, letolósabb, most hogy szépen fogalmazok időkérés, lehet, hogy jobban felébresztette volna a lányokat, bár szerintem abban az, abban az abban az hogy ott már, ha nem is ment el a meccs, de azért, azért nagyon rosszul nézett ki. É, és hát ugye láttunk például más edzőket, hogy más, hogy csinálnak dolgokat, itt ugye nem, nem kell messzire menni, itt ugye a Veszprémnél abszolút teljesen más abitúzus edző van, de például ha már az Apelgrén, én úgy látom, hogy egy demokratikusabb edzőnek számít, ugye itt megint az a kérdés legfőbb esetben, hogy így van háromféle edzői típus, ugye itt a demokratikus és az autokratikus főleg, amelyek, amelyek jellemzőek itt a, az európai sportágokban, és hát en, ennek a mezzsén mozognak az edzők, és hát ugye nem véletlenül mondjuk, mindig elmondjuk, hogy nem véletlenül mondjuk a norvég válogató nem volt Trefilov, és mondjuk az orosz térén nem volt egy norvég szövetségkép, hiszen teljesen más, hogy szocializálódnak adott esetben a, az edzők is, és a játékosok is a sportban, Úgyhogy e, itt azért azt, attól nem kell félni, hogy ugye itt is itt, egy itt, 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 skandináv túlsúly van, úgymond. Tehát itt én azt gondolom, hogy valószínűleg, hogyha én azt gondolom, legalábbis, hogyha jobban, na csak sikerült kimondanom, szóval ez a demokratikusabb időkérés szerintem egyébként ennek a csapatnak talán jobb mint hogyha elkezdett volna kiabálni, lehet, hogy meglepő lett volna, de mondom, lehet, hogy, lehet, hogy akkor felébredtek volna, hogy, hogy na hát itt azért valami történt, hogy a periant is felemeli a hangját. Mondom, a legfontosabb az, hogy ezeket a hibákat, ugye nyilván most már vasárnap van, ma este szerintem már kétszer megnézték a mérkőzést, elemzik a dolgot, és a hétfőjegyzésen úgy kezdődik az egész, hogy rámutatnak azokra a hibákra, amelyeket elkövettek, illetve én nem gondolom azt, hogy már most is kellene, hogy legyen, mert azért szerintem nem kell, hogy legyen, de ez tényleg egy olyan, ez egy, mondom, ez egy olyan mérkőzés, ami nem, nem csak abból a szempontból fontos, hogy kikaptak, É, hanem azt, hogy egy óriási meglepetés az, hogy kikaptak, és ugye mindig az volt mondjuk így a mítosz, hogy az Audi arénában azért nehéz nyerni, és hát, és hát bevehetetlen katlan, meg, meg stb. Ugye ez most úgymond szertne foszlik, és lehet, hogy a többi csapat is azt mondja, hú, hát, ha egy sikerült a, a Odenzének egy, itt nyerni, akkor lehet, hogy nekünk is sikerül, és akkor teljesen más már az egész. Úgyhogy mondom, nem sajnálatos, hiszen ez a, ez a mondjuk így a bevehetetlenségről szóló legenda azért elfoszlik, és hát azért mondom, hogy nagyon, nagyon sok, nagyon sok mérkőzés van, és hát több, le, több hibázás lehetőség nincs, úgyhogy nehéz helyzetben van Johansson is, de egyébként Allen Heine is nehéz helyzetben volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért van olyan profi, hogy itt kilábbaljanak ebből, mert hát nem lehet idő, pihenésre, meg, meg, sebeket nyalogatni nem nagyon van. Így van, és arra sincs már, hogy túl sokat ebbe az arásba beleszakoljunk, hiszen ennyi fért volna a mai BL jövő héten folytatódik a férfi bajnokok igája, arról is természetesen készítünk majd adást, a válogatott hétjön, ezt fontos kiemelni. A francia ö, csapattal találkozik majd Golovin Vragymir együttese két alkalommal is, és egy interjúval is készülünk majd. egyelőre azt még nem árulnám el, hogy kivel legyen meglepetés, de a hét elején majd beharangozzuk az oldalon, úgyhogy folytatódik a belemenés plusz is és ahogy azt már megszokottátok, minden social media felületen érhetnek minket, akik kövessetek. A mai figyelmeteket köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!